A bonyádi születésű Bajor Lászlót, egykori tanárt és iskolaigazgatót eredetileg a mezőgazdasági pálya vonzotta, de az élete máshogy alakult. Ahogy mondja, egy pillanatát sem bánta meg, így 95 évesen visszatekintve az elmúlt évtizedeknek, és hogy mi a hosszú élet titka. Ezen már nagyon sokat gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az ember hosszú életének a titka az, azon múlik, hogy egészségben végig tudja élvezni ezt az időszakot, hogy milyen a családja, milyen a munkahelye, és milyen a környezete, társadalma. Ezek együttesen adják tulajdonképpen azt, hogy az ember milyen hosszún marad itt a földön. Nem tudnak semmi különöset mondani, ami talán befolyásolta azt, hogy én ilyen hosszú életű leszek. Valószínűleg a család eredetéből is fakad, mert a nővére most éli a 100. évét. Az embernek a körülményei meghatározzák, hogy mit tud tulajdonképpen az életébe beiktatni. Én a sport, mivel testnevelő tanár voltam, tehát kint elég sok tornát vittem, illetve sportot folytattam. Különösen a kosárlabdával foglalkoztam sokat, 24 évig voltam kosáredző. Ez is biztos hozzájárult, amikor már a sport egy kicsit nehezemre esett, akkor meg elkezdtem a kert ápolását. Volt egy 500 négyszögöles telkem, amin 64 fa volt, és az bőven elegendő volt ahhoz, hogy a heti vagy a napi nyugdíjas időszakomban napi elfoglaltságot jelenthesse. És a fizikai munka az mindenféleképpen nagyon sokat segít abban, hogy meghosszabbítja vele az életét az ember. Én eredetileg mezőgazdász akartam lenni, földműveléssel, állattenyésztéssel akartam foglalkozni, de mivel édesapám tanító volt, az elhatározta is végre, nem úgy, mint most, hogy külön-külön megválaszthatja a szakmáját az illető. Azt mondta, hogy én Sopronban végeztem, a nagyapád is ott végzett, te is ott végzel. Tehát hagyományt tisztelni kellett, és így Sopronba kerültem 43-ba tanítóképzőbe, és ott is végeztem. Nem bántam meg. A gyerekek jelentették az ember számára azt a pályának a szépségét. Én nagyon szerencsés embernek tartom magamat, mert nagyon jó tantestületben, nagyon okos, rendes, helyes, aranyos gyerekek között taníthattam. Most is még nagyon sokszor vissza-vissza térünk tanítványokkal, amikor az utcán találkozunk, vagy valamilyen összejövetelen, azokra az időkre, amikor testnevelőként együtt tanultunk. Nagyon jó volt a kapcsolatom velük, és éppen ezért nem bánom, hogy ezt a szakmát választottam, illetve végeztem el, és kerültem az iskolába, mert nagyon-nagyon sok örömöt szerzett. Tulajdonképpen az iskola meghatározta a teendőimet, mert ahhoz, hogy az iskola és a város jó kapcsolatban legyen, ahhoz csak úgy lehetett dolgozni, hogy ezt a kapcsolatot ápolni kellett. És azzal, hogy funkciókat vállalt az ember, sokszor a időn túli, tehát a napi munkaidőn túl is, ez egy természetes dolog volt, és az, hogy jó legyen az iskola és a társadalom kapcsolata, a környezet, a város kapcsolata, ahhoz ezeket a
ezeket a funkciókat vállalni kellett. Sokszor gondolkodtam már rajta, hogy behelyettesítettem magam egész más funkciókba, egész más feladatokba, és mindig arra jöttem rá, hogy ez volt az igazi. Ott nem találtam volna úgy talán föl magam, mint ahogyan itt feltaláltam magam. Laci bácsit az önkormányzat is felköszöntötte a 95. születésnapja alkalmából, amit meghatott szívvel fogadott.